Forrás Café Rékával és Imrével a vidám ébredéshez. Hello, bello, jó reggel, szevasztok. Itt vagyunk Rékával 6 óra után 5 perccel. Igen, ez a Forrás Café, úgyhogy lassan utcu kifelé abból a bizonyos ágyból. Dobjátok le a takarót, ugyanis jön fölfelé a nap. És jön. Egy szerdába fogunk belefutni egészen jó idővel, úgyhogy nagyon klassz napnak ígérkezik. Hét közepe, októbernek gyakorlatilag szinte vége, egy nap van belőle. Mi lesz velem hónap? Te nem is vagy? Én nem, de azért vagyok, csak itt nem. Hát teljesen vagyok. El vagyok keskenyedve. Egyébként 17 fokig megy föl a hőmérő higanyszála mai napon. Hogy vagy, Réka, mesélj nekünk egy kicsit, jól. Kérlek. És marad az micsoda ciklonális frontmentes idő, képzeljétek el. Anticiklonális? Én úgy tudtam, hogy madarászkodni szokott. Nem. Hát ez esetben most nem. Ja, értem. Antira gondolsz? Klébert Antara, aki azóta egyébként nyugdíjba vonult, képzeld igen, el. Igen, és naponta most már... posztolja, hogy milyen szép a nyugdíjas élet. Igen, úgyhogy most már megint időszerű lesz behívni, és kicsit beszélgetni arról, hogy most már azért nagyon benne vagyunk a télben, hogy ilyenkor milyen természetvédelem. Benne vagyunk a télben? Hát már úgy értem, hogy közeledünk. Igen, tehát hogy közeledünk már nagyon a téli időszakhoz, és hát arra is fel kell készíteni valahogy az állatokat. Igazad van, pongyolán fogalmaztam, jár a kisötös. Igen, igen. Nem, nekem pont tegnap volt egy olyan érzésem, hogy ú, de jó, hogy én erre vágytam, hogy egy olyan helyen éljek, ahol folyamatosan ilyen tavaszi idő van, tehát ilyen 20 fok környéke, mert szerintem ez tök jó. És elköltöztél a Húsvét-szigetekre? Nem, otthon maradtam, jó. És képzeld el, ilyen 20 fokos, pólós, kint ebédelős, őrület. Biciklizős, őrület. Tehát egy ilyen időszakot élünk, és ez nagyon jó, aztán nem tudom, egy részről nagyon jó, más részről meg azért annyira nem természetes jelenség szerintem, így, hogyha a múltat nézzük, mert valahogy ez a 4 évszak, ez úgy eltűnt. Hát lett belőle 2,5. Nekem azok az emlékeim vannak egyébként, mint a mai napig, hogy általában pont így halottak napja környékén kellett mindig elővenni a téli kabátot, mert igen. Hogy volt, hogy ekkor kezdett el először esni a hó, meg nagyobb eső, meg talajmenti fagyok, meg ilyesmi, és most hát valami kevéssé látszik az, hogy ez fog történni. Hát és majd jövő héten. Hát, ja, sanszos. De a drága hallgatókat is megkérdezhetjük, hogy nektek mik az emlékeitek, mikor jött be a tél úgy igazán, meg mikor került elő a téli kabát? Nekem tavalyi emléket dobott föl, ugye mindenféle rendszerem, ahol nyomot hagyok. Mindenféle rendszer? Igen. Biztos, hogy bele akarunk ebbe menni? Nem, mert vagy van a közösségi oldal, meg van külön ugye a fotók gyűjtő helyének is egy ilyen igen. Emlékeztetője. Na, és akkor mind a kettő szokott emlékeztetni, hogy mit csináltam tavaly ilyenkor. És tavaly a 23-a, 24-e környékén velencei kört tettük meg, pólóban pólóban, rövid nadrágban. Ehhez képest az idei 23-a is, hát az egy picit épp hűvösebb volt, de a környékbeli napok azok tök jók voltak, mint ahogy most is. Tehát tegnap szerintem megint csak fantasztikus idő volt, és a mai nap is valószínű ilyen lesz. Most nem tudom a kötfoltokkal, hogy vannak. Ezt akartam mondani, hogy kötfoltok most is vannak, úgyhogy a világító berendezésekre figyeljetek oda. Most nem tapasztaltál? Nem, tegnap igen, de ma nem. Úgyhogy ha ti láttok valahol, meg ugye 8:30-9 magasságában érkezett tegnap a hír, hogy köd van, tejfölköd. Hát ráadásul. Itt azért az élőtérkép jelzi egy-két helyen, de azért ti is írhattok nekünk, drága hallgatók, hogy merre van köd. Egy dolog biztos, hogy a világító berendezéseket, azokat mindenképpen nézzétek át, nehogy véletlenül félszemű legyen az autótok, mert hogy az annyira nem tesz jót. Fecó ugye tegnap ezzel kapcsolatban küldött is nekünk SMS-t, hogy jelezzük már, ha lehet minél többször, hogy a világító berendezéseket nézze körbe mindenki. Fecó, köszönjük szépen, ezzel sikerült engem elátkoznod, mert a mai reggelem az azzal indult, hogy az egyik indexem kiégett, úgyhogy többet ne küldj nekünk ilyen üzeneteket. Melyik indexed éget? Igen. Nem tudom, amikor ide értem, akkor éget ki, úgyhogy még nem néztem meg, majd ha indulok, akkor mert tudsz cserélni index izót? Nem, de hogyha bal, akkor ugye könnyen meg tudod tenni, hogy így kinyújtogatod a kezed. Jogos, egyébként szerintem a jobb. Ott már nehezen tudod, ott egy ilyen seprűnyelet kellene magaddal vinni.
Hát most már vinnék magammal bármit, egy seprűnyél az már csak belefér az autóba. Benne élek konkrétan az autómban. No, drága hallgatók, 0-20-97-8-97-85-ös az SMS és Viber számunk. Ide írhattok közlekedési infókat, illetve hogyha látjátok, hogy hol van nagy feneköd, már hogy nem a sajátotok, hanem hogy... Igen, csak igen. Akkor rám, úgyhogy most örülök, hogy most nem rám, hanem minden más. Próbálok vezekelni, hallgatóra. Az egész életem vezeklés és jóvátételek tucatjai. Szóval, hogyha közlekedési infótok van, azt várjuk, mi pedig jövünk vissza hamarosan, elhozzuk nektek a kalendáriumot, és elmondjuk, hogy a mai napon kik születtek, úgyhogy ha esetleg nektek van esetleg, és használhatnám még az esetleg szót esetleg, hogyha van valaki, akit felköszöntenétek, akkor ne habozzatok nekünk üzenetet nem. küldeni, mert esetleg, mi megtesszük ezt esetleg. Na, tartsatok velünk, elindítjuk ezt a reggelt. Jó reggelt, szevasztok! Forrás kávé! A kakasod is erre ébred! Hát minden rendben is van, a kávé itt van, kinek fekete, kinek barna, kinek cukros, kinek cukormentes, úgyhogy ezt mindenkinek rábízzuk a döntést. Viszont ez a Forrás kávé, és 6 óra 18-19 perc van, október 30-ánál tartunk, ami azt jelenti, hogy az Alfonzok ünnepelhetik ma a névnapjukat. Az Alfonz germán eredetű férfi név elemeinek jelentése pedig nemes és kész, hajlandó. Női párja pedig több is van, Alfonza, Alfonzin és Alfonzina. Hát boldog névnapot nekik! Mi arisztokratikus nevek ezek? Yeah. Isten éltessen benneteket! 1990-ben ezen a napon ért össze a francia és brit alagút építők a csapata a Le Mans-nál, vagyis az angol csatorna alatt összeér a Nagy-Britanniát és a Franciaországot összekötő vasúti alagút, amit mi csak csalagútnak hívunk. És ma ünnepelheti 96. életévét Csernus Marian, 1928-as születésű, kossuth-díjas magyar színésznő. 2018-ban már Magyarország legidősebb aktív színpadi színésznének számított, 22-ben pedig 93 éves korában, még a koronavírus járvány miatti másfél éves kihagyás után is játszott színpadon. Hát le a kalappal ez a teljesítmény előtt. És ezen a napon született egy ikon, egy legenda, egy történelmi személyiség, aki mellett nem lehet elmenni szó nélkül. 1960-ban született ezen a napon Diego Armando Maradona, a világbajnok argentin labdarúgó, aki egyébként edzőként is tevékenykedett. 15 éves korától profi labdarúgó, az argentin labdarúgó válogatott volt tagja, és hát számos legenda, számos történet csatlakozik az ő nevéhez. A góljaival jelentősen hozzájárult egyébként ahhoz, hogy az 1986-os mexikói labdarúgó világbajnokságot az argentin válogatott nyerte meg. 2000-ben a FIFA szavazásán elnyerte az évszázad labdarúgója címet, egy internetes szavazáson pedig az internetezők minden idők valaha élt legnagyobb focistájának választották. Ezzel kicsit vitatkoznék én, de ettől függetlenül jó, fogadjuk el. Te akkor nem szavaztál, nem voltál az internetezők között éppen akkor. Akkor még nem is volt szerintem internetem. Neked nem. Hát de másoknak látod volt. Ennyi. 66 esztendős lett Tóth Tibor, a Hooligans együttes zeneszerzője, gitárosa. Sok boldog szülinapot neki is. Judy pedig 50 éves lett, kis Judit a Groove House énekesnője, ő is a mai napon ünnepli a születésnapját, úgyhogy nagyon-nagyon boldog szülinapot kívánunk nekik, mindannyiuknak, és hát természetesen azoknak a drága hallgatóinknak is, akik a mai napon születésnapot, névnapot, házassági évfordulót, érettségit, diplomaosztót, kiskutyát, kismacskát, ellett borjat ünnepelnek, szóval, hogy Isten éltessen benneteket, most pedig a folytatásban, hogyha már egy kis születésnapos huligenses reggelünk van, akkor jöjjön egy jó huligensz, mit szóltok hozzá? A vér nem válik vízé. És ez milyen igaz? Forrás kávé! Ágyba hozzuk neked! Október 30-a van, ráadásul 7:30. Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! Szeretném jelezni nektek, hogy az M1-es autópálya még jó járható, Tatabányán még nincsen semmilyen fennakadás, ami miatt aggódnotok kellene. Ugyanez elmondható még Esztergomról is, illetve Komáromról is, úgyhogy egy szerencsés reggelre ébredtünk pillanatnyilag, de hogyha nektek más infótok van, azt megírhatjátok a 0-20-97-8-97-85-ösre. Hát valahol van szerencsétlenség, mert hát ez előfordulhat. Ez elő. Például Balatonfüreden is előfordult egy szerencsétlen eset. Na. Képzeld el, Imi, képzeld el azt a szituációt, amikor előkészülsz, borász vagy, hát mész a szőlődbe. El tudnám képzelni ezt a helyzetet. Én is. Ja, Isten, igen. És
mész a szőlőthöz, hogy akkor lesz a szüret, ugye itt az ősz, lesz a szüret, és akkor majd készül a bor. Na, odaérsz a szőlőthöz, és nem találod a szőlőt. De hogy? Vagy mi történt? Valaki oda ment, és elkezdte leszüretelni hamarabb? Igen, megelőzte az illetőt. És ez már nem először fordult elő szegénnyel. Gyukli Krisztiánnak hívják egyébként ezt a balatonfüredi borászt, hanem 3 évvel ezelőtt is ellopkodta tőle valaki. Krisztián akkor egy nagyon-nagyon népszerű borász ott a Balaton környékén. Igen, akkor egy másik szőlőfajtát lopkodtak tőlük, most megint egy másik fajta esett áldozatul, de hogy ez milyen már? Mondjuk ezek nincsenek ugye levédve, meg lekerítve? Lekerítve, erre gondolsz? Határokkal, meg riasztóberendezéssel, meg nem tudom mivel. Úgyhogy így könnyen hozzáférhető, de hogy az egész ültetvény az így... Hát Krisztián valószínűleg akkor nem sűrűn jár ki egyébként a szőlészetébe, hogyha gyakorlatilag az összes szőlőt el tudták lopni, illetve hát valószínűleg nincsen annyira jóba a telek szomszédokkal, hogy nem jelezték neki. De Krisztián, nem arról volt szó, hogy a jövő héten fogtok szüretelni? Mert hogy egyébként szedik? Hát igen, amikor tudod így csábítanak mondjuk a kukorica csövek az út szélén. Nem tudom, te jártál-e már így? Mesélj. És akkor úgy elgondolkodsz, hogy... És akkor megjelenik a gazda egy kapanyéllel, és addig üti a kezed, amíg merev. Igen. Hát nem jutottam el szerencsére ide, hanem hogy így a gondolat az így meg is állt. De ez is de lopás hogy, egyébként. Hát hogy ne lenne az, persze. Na de ott mondjuk egy csőről beszélnék, vagy 2-3-ról. Tudod, milyen permetszer van. Vigyünk, főzzük meg! Na de egy egész szőlőültetvény, tehát ahhoz azért csak idő kell. Tehát, hogy van valakinek bátorsága oda menni egész fegyverraktárral, ugye hát oda kell mindenféle eszköz, kell szállítóeszköz, ahol el tudja vinni, tehát hogy fel kell készülni. Hát ráadásul azért ezeket az embereket én Krisztián helyében megkeresném, és a na jövő évre gond, tudja? Hát nem, egyelőre sehonnan, de hát embert szerezni gyakorlatilag szőlő, meg gyümölcsszüretre, meg mezőgazdasági munkára, ha gyakorlatilag a lehetetlennel egyenlő, úgyhogy ha ez a csapat ez valahol összeállt, akkor ezeket gyakorlatilag lehet-e aportírozni és alkalmazásba venni, mert hogy akkor ők legalább gyorsan és hatékonyan csendben dolgoznak. Hát elég gyorsan gutődik, igen. Na jó, de most képzelj bele, hogy mennyi munka van egy ilyen szőlővel. Még az megérik arra a folyamatra, hogy le lehet szüretelni, és egy jó minőségi bor tud belőle elkészülni. Azért ez nem úgy van, hogy a nap süti, az eső megöntözi, aztán ennyi. Szóval, hogy azzal foglalkozni kell kőkeményen. Szóval ez a bor, ez azért nem hagyta annyira magára a szőlőültetvényét. Nyilatkozta is, hogy nagyon sok munkaóra van ebben az ültetvényben, és hát ő gondolom számított erre az egészre, hogy ebből majd egy bevételi forrása is lesz. Hát most nem lesz sajnos most szegénynek. Nem. Azért ez gáz, igen, tényleg. Na, drága hallgatók, viszont ti is írjátok meg nekünk, hogy a hosszú évek, évtizedek során történt-e veletek olyan, hogy valami olyat loptak el, vagy olyat tüntettek el tőletek, amire... Varázslással. Varázslással, magiccel. Szóval, hogy valami olyan tűnt el a tulajdonotokból, amire sosem számítottatok, hogy az egyáltalán eltűnhet. Ezt megírhatjátok nekünk SMS és Viber számunkra, ami pedig a 0620 97 8 97 85-ös. Café édes hármas. A stúdióban Ölvedi Réka, Hittaller Andrea és Borsodi Imre. A humoros Hittaller Andrea megérkezett ő is, így van. Úgyhogy teljes az édes hármasunk. Képzeld el, Andi, arról beszélgettünk az előző óra második felében, hogy van néhány olyan eset, amikor az emberektől olyan dolgokat lopkodnak el, amikre legkevésbé sem számít, hogy annak egyáltalán lába kelhet. Egy balatoni borásznak például az idei évben a teljes szőlőtermését ellopták, mire ő kiért, és úgy döntött, hogy ő esetleg szüretelne. Itt Tatabányán volt egy olyan történet, hogy egy komplett házat bontottak el. Először ellopták belőle a nyílászárókat, majd aztán, mivel senki nem hiányolta a nyílászárót, ezért úgy döntöttek, hogy hát azok a cserepek jók lesznek még valamire, úgyhogy lelopták a cserepeket, a tetőléceket, és végül pedig elbontották az egész házat. Hát, de azért nem ez volt durva. Otthon senki közben? Vagy ez egy
De ez még szép lett volna ott. Mármint, hogy ezt így gondolom, nem tudom mennyi idő alatt lesz szép botani egy házat, de hogy így nem nyaraltak a benne lakók. Nem, ez egy nem lakott ingatlan volt, és szépen fokozatosan gondolták, hogy hát akkor ez így einstand, és szépen elbontották a pecót. Uh-huh. Így alakult ennek a sorsa, de azért az milyen érzés, amikor te, mint tulajdonos, mész a telkedre, hogy akkor nem tudom. Hol a háza? Vakolsz, vagy csinálsz, amit igenis nincs ott az egész ház. Ennek kapcsán egyébként jött üzenet már, hogy nem konkrétan ennek az esetnek a kapcsán, hanem a hogyan lopnak el furcsa dolgokat. Sziasztok, az utcán van egy őszi barackfánk, rengeteg gyümölcs volt rajta, így alátámasztottuk 5 darab vastag léccel, hogy ne törjön le az ág. Vicces volt, hogy a 3 méteres lécek reggelre eltűntek. Kinek kell a léc a fa alól? Hát biztos kellett valami, nem tudom, fiókhoz, vagy nem tudom, és akkor gondolta, hogy ha már oda van állítva, akkor elviszi. Biztos csak úgy kirakták oda, mert nem kell, tudom. Borzasztó. Érdekes. Tőled mit loptak már el? Ha loptak el tőled bármit? Tőlem. Uh-huh. Tőlem nem loptak-e semmit. Mert ne bárki is Anditól ellopni. Jogos. Igen, beszoktam fenyíteni a szomszédokat. Ilyen kis levelekkel, tudjátok. Egyébként raktam már ki egyszer ilyen levelet, amire úgy, hát úgy elmondtam, hogy akkor be lehet fejezni a dolgokat. Tényleg? Igen, hát nekem ugye 2 kiskutyám volt, és valaki sérelmezte, pedig nem voltak hangosak, na mindegy. És akkor én kiírtam, hogy hát akkor ezt így... Ja igen, hát meghalt ugye az egyikük, és akkor a másik egy kicsit hangosabb volt olykor, mert hogy szórakoztatta magát, és akkor én kiírtam egy ilyen levelet, hogy akkor... Ismerjük ezt a... Ja, igen, figyelj! Ja, hát ez nem igaz. Jó, szóval, hogy most így muszáj nevetnem, bocsánat. Szóval, hogy igen, én szoktam ilyeneket, hogyha esetleg valami olyan van, akkor én így szoktam közölni, meg elmondani a véleményemet, hogy akkor nyugodtan mondják az arcomba, mert ezt természetesen a hátam mögött így visszahallottam. Hát ahogy a szokás, hogy igen, persze. Tedd ki őszintén, ide mondjad meg arcomba bele. De oda nem, mert és erre reagáltak? Szóval nem reagáltak, csak hát úgy feltűnően úgy csönd lett. Tehát, hogy így nem panaszkodott tovább senki, inkább na, mondjuk. Hát Andi rendet rakott a házba, jó vagy? Andi mindenhol rendet rak, szétcsap, hogyha szükséges. Egy agresszív állat, hát félek is rendesen, komolyan mondom, minden egyes reggel, mikor itt bejön az ajtó, csak rosszat nem mondjak. Nem is igaz. Nem, hát. Bár mindig szokták mondani, hogy elég határozottan szoktam belépni. Igen. Na, de egyébként én olvastam egy olyat, hogy 22 tonnányi prémium csedársajtot loptak el. Ugye ehhez rá tudok csatlakozni. Az egy bagatell mennyiség. Igen, igen. Még a Jamie Oliver is megszólalt az ügyben, hogyha valaki esetleg találkozna ilyennel, hogy... Akciós csedársajt? Igen, akciós ilyen prémium csedársajtot árul valaki, akkor szóljon. Hát de hogy lehet 22 tonna sajtot ellopni? Tehát, hogy azok baromi nagy tömbökben vannak, 22 tonnát meg a minimum nyerges vontatóra kell pakolni. Igen, vagy nem tudom hány kamionra, tehát hogy így, mert hogy az elég sok. Amúgy itt is volt az egyik ilyen étteremben, hogy elloptak sajtot, valami nem tudom hány kilót. Ó, jaj. Itt is velőfordult. Ez mostanában csak az nem tonnányi. Igen, volt egy rajzfilm régen, úgy hívták, hogy macskafogó. Lehet, hogy most újra töltötték a sajtkészleteket. Nem csak, mert a milyen ára van a sajtnak, abszolút megértem. Mert sajtot lopkodnak most az emberek. Egyébként abszolút. Igen, ez pont abban az időszakban volt, amikor ilyen csillagászati árban voltak a sajtok, úgyhogy valaki úgy gondolta, hogy akkor kereskedik vele. Bazsa küldött nekünk üzenetet Viberen, ő pedig azt írja, hogy amikor középiskolás volt, akkor papírgyűjtésnél ők a bevásárlóközpontból elloptak 4 bevásárlókocsit, és azzal mentek összegyűjteni a papírokat. Na mondjuk azért az is furcsa lehet, 100 forintért megveszed magadnak a bevásárlókocsidat, aztán utána megkeresik rajtad. Hát sőt, lehet, hogy 100 forintot se kell fizetni, mert most már ugye oda szokták rakni ugye szélére, hogyha nincs benne pénz. Jogos. És akkor még az is ingyen van. Akciós volt, akciós. De amúgy én is szoktam találkozni így a városba, így random megjelenő ilyen bevásárlókocsikkal, és ez a, tudod, ez a mit akart a költő? Tehát hazatolom a bevásárlókocsival. Na, nagyjából igen. Tudod, amikor úgy mész be, hogy nem viszel zacsit, mert hogy csak ezt egy-két dolgot veszek, és akkor kijössz egy ilyen
Ja, ezekben én szoktam belefutni. Kocsiból ezt hazatolom. Vagy kisebb zacsit viszel, mint amennyit közben ja, igen, az vásárolsz. Igen. Na, ez is elő szokott fordulni, legalábbis velem elég gyakran. Igen, de én nem gondolkoztam még ilyen, hogy hazatolom a bevásárlókocsit, de hát végül hát is. Hát ezen ilyen sem. Igen. Vagy akkor visszatolnám. Én amúgy vagyok tényleg? Olyan... Tényleg? Hazatolnád és visszatolnád? Hát igen, főpakolnék és utána visszavinném. És üresbe vissza. Ő nem kínos végig csörömpölni a tabányán egy bevásárlókocsival. Végül is nem rossz. Beleülök, tudod, és így hajtom. Mert a visszaváltós üvegeket ugye bele tudod rakni, és akkor visszafelé meg ja, azt annyi nincsen, annyi visszaváltó. Meg még az is csörögjön benne, hát. Ez a rengeteg vodkás, tudod, hullanak ki a dekás üvegek Andiból. Nem azokra gondolok, hanem, de azokon is van ilyen 50 forintos. Van, igen, a boros üvegem van. A boroson tudom, de az ilyen, azt én is tudom. Viszont? De a dekást azt nem ismerem. Jaj, azt jaj, nem tudom, értem. Azt én sem tudom. Na, megindult a púder, azt nem ismer, azt nem azt tudom. Tényleg, a boros ne... bevallom, azt hát, ismer. Persze. A boros, találkoztam igen. A Józsit. 0620 978 978, ez az SMS és Viber számunk. Ide küldhettek nekünk közlekedési információkat. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy itt a régióban van-e ködfolt, ahol esetleg ezzel vigyázni kell. Küldjétek nekünk üzenetbe, mi pedig jövünk vissza hamarosan a horoszkóppal hozzátok. A reggel jó kedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi tudjuk, milyen lesz a mai napod. Café horoszkóp. Nagyszerű lehetőségeket jeleznek a bolygók a mai napra, ám hogy ezt kamatoztatni is tud, járj mindenképpen nyitott szemmel és füllel egész nap, meg fogja érni. A Hold és a Vénusz kedvező fényszöge olyan, mint egy ajándék, kedves Kos, számodra is. Bár egyébként nem arról vagy híres, hogy nagyon könnyen kötnél kompromisszumot, de a mai napon még ez is megy. A szokásosnál együttműködőbb vagy a családdal és vagy a kollégákkal. Kihasználhatod ezt valamilyen közös terv végrehajtásánál is. Kedves Bika, a mai nap a szerelemben vagy a pénzügyekben hozhat boldogságot, vagy persze az is-is verzió is lehetséges, tehát bármi és annak az ellenkezője is. Ha még friss a kapcsolatod, a másik őszinte vallomással lephet meg, ugyanez igaz, ha már régóta párkapcsolatban élsz, a párod egészen új oldaláról mutatkozhat meg előtted, tehát akkor láthatod hátulról is. Még az is lehet, hogy pénzt nyersz, vagy valaki törleszti az adósságát. Nem ismersz lehetetlent, épp ezért egész nap a pozitívumokra koncentrálj, kedves ikrek. A párkapcsolat terén hozhat a sors valami igazán kecsegtető lehetőséget. Ehhez viszont nyitottnak és határozottnak kell lenned. A bizonytalansággal elszalaszthatod az alkalmat az ismerkedésre. Kedves rák, ma békét köthetsz, és olyan helyzet adódhat, hogy sikerül javítanod egy megromlott kapcsolaton. Akár a munkahelyen is történhetett ez. Vald be, sokkal kellemesebb és jobb olyan közegben dolgozni, ahol nincs ellenségeskedés. Szóval igazán megéri ez a némi erőfeszítés. Na figyusz, oroszlán, rengeteg a terved, meg az ötleted, de ezeket mostanában nem igazán tudod megvalósítani, most azonban zöld lámpát kapsz. Ehhez persze az is kell, hogy az akadályok, vagy a kifogások, hogyha ilyenek vannak, hangoztatása helyett a lehetőségekre koncentrálj. Hidd el, megéri. Kedves szűz, ma tényleg minden simán megy, mindenféle kapcsolatod nagyszerűen alakul, hívhatnál például vendégeket is. Ha pedig még keresed a párodat, nem is találhatnál alkalmasabb napot a randira, az ismerkedésre. Ha másra nincs lehetőség, legalább online társkeresőre regisztrálj. Egy jó szerdai nap. Egy jó kis tiktokozás. Vagy mi az? Tinderezés, bocsánat. TikTokon is lehet ismerkedni. Végül is, igen. Ma már mindenhol. Kedves mérleg, a mai nap csodálatosan alakulhat a Hold és a Vénusz kedvező fényszögének köszönhetően. Teljesen mindegy, mi van a munkahelyen vagy a környezetedben, ha a lelkedben rend és béke van. A párkapcsolatot is újra olyan tökéletesnek és gondtalannak látod, mint a legelején. Ma könnyen megy a szerelem és a csábítás. Kedves Skorpió, a Vénusz a jegyedben jár, ahogy a nap is, és ez a kettő nagyon kedvező számodra. Lehet, hogy zajlik az élet, és ez néha káosszal jár. A mai napon mégis nagyon harmonikusnak érzed a levegőt magad körül, a konfliktusok könnyedén elsimulnak, és a játszmákat sem kell most lejátszani. Valaki a közvetlen környezetedben olyat lép, vagy mond, amire abszolút nem számítottál, kedves nyilas, de ez most nagyon jól érint, hiszen kifejezetten kedvező a számodra. Lehet ez egy kedves gesztus, támogató megnyilvánulás, dícséret, sőt, még több is ennél, esetleg fizetésemelés.
Ho-ho-ho. Kedves Bak, régen érezted magadat olyan kiegyensúlyozottnak, mint a mai napon. A szingli Baknak is különleges lehet ez a mai szerda. Most igazán bárhol megismerkedhetsz, összefuthatsz valakivel, amiből izgalmas és gyümölcsöző kapcsolat alakulhat. Ez az igazán bárhol, ez valaki megmagyarázhatná, hogy ez hogyan jött össze. Drága vízöntő, téged is megszáll egyfajta nyugalom és biztonságérzet, hogy minden rendben van körülötted. Egy tervvel kapcsolatban arra készültél, hogy nehezen és döcögve fog csak menni, ehhez képest nagyon kellemes meglepetés ér, mert a várakozásoknál sokkal jobban sikerült ez is. Kedves halak, ma erőteljes támogató konstellációk lesznek az égen, fogd be a vitorládba a kedvező szeleket. A Vénusz és a Hold segít, hogy kedvesen, de határozottan képviseld az érdekeidet minden témában. Tedd meg, legyél bátor! Páros napindítás, plusz egy kis extra. Ez a Café Édes Hármas. Itt vagyunk veletek, drága hallgatók, 7:58 után itt van Réka, itt van Andi, és hát teljes a csapat itt az Édes Hármasban. Így, hogy kinéztem egy picit az ablakon, annyira elgyönyörködtem abban, hogy milyen szép színe van ennek az ősznek, és hogy ilyenkor milyen jó lehet ilyen természetjáróként tevékenykedni, nem? Elmenni az erdőbe, sétálni egyet, csiripelnek a madarak, brummognak a medvék bajót környékén, szóval, hogy tök jó. Igen, meg jönnek a farkasok is majdnem sokára. Szegények. Ott csak óvatosan, csak óvatosan. Igen, de amúgy tényleg nagyon szép az ősz. Amúgy nekem az egyik kedvenc évszakom. És hiába mindenki az elmúlást társítja hozzá, attól függetlenül szerintem tényleg nagyon-nagyon szép, hogy ilyen többféle színekben játszanak a fák, és meg minden is. Egyébként hétvégén is voltunk ugye Bodajkon, és pont azt néztük, hogy mennyire szép. Az itt van. Ugye? Egy 40 percre van innen. Értem, jó, értem. Örülök, hogyha a Szomszéd utcába át tudok menni. Voltunk ugye Bodajkon. Ja, jó, van, persze. Ki hiszi el neked? Jó, de amíg átérsz a Szomszéd utcába, akkor is észre lehet venni a fákat. Akár, na. Azt észre. Tegnap pont azt néztem, hát persze az utat is figyeltem, de hogy közben azért ugye a látás meg tud osztódni valamelyest vezetés közben is, hogy az útmenti növényzetet így figyelni egy kicsit a természetet, hogy milyen gyönyörű, tényleg olyan gyönyörű színek vannak. Hogy... Egyébként közeleg a halottak napja, és hát nyilván nagyon sokan megyünk majd ki a temetőbe a gyertyát, meg mécses gyújtani a hozzátartozóinknak, és valahogy annak is van egy olyan átütő érzete, amikor bemész a temetőbe, hullanak a levelek, érzed az avar illatát, meggyújtasz egy gyertyát, hogy annak is van egy olyan szép keretrendszere, nem? Igen, szerintem is. Igen. Hát, ez a fájdalmasan szép. Fájdalmasan. Jó, hát a fájdalmas igen, dolgok is lehetnek szépek. Igen, bár igen. Egyébként mi azon nevettünk anyuval, hogy mikor még közösen jártunk a temetőbe, hogy van, amikor annyira egy eszünkbe jutottak dolgok, és akkor így annyira hangosan nevettünk, hogy néha így összenéztünk, hogy lehet, hogy ezt nem biztos, hogy kéne, mert hogy így sokan így csúnyán néztek ránk, uh-huh. hogy miért nevetünk annyira hangosan a temetőben, de szerintem meg, hogyha eszedbe jutnak ott emlékek arról a valakiről, aki miatt kimentél a temetőben, és ezek jó emlékek, akkor miért ne lehetne nevetni? Abszolút egyetértek. Tehát, hogy én nekem például nagyon tetszik a mexikói kultúrában is ez a halottak napi ünnep. Dia hogy de ez muertos. Náluk, igen, hogy ez náluk egy ünnep, és hogy színes minden. És tényleg ételt visznek, ünnepelnek, a halottakról beszélgetnek, jókat esznek, isznak, és tényleg annak örülnek, hogy ők élnek, és emlékeznek rájuk, hogy milyen volt, amikor ők is éltek. Tehát, hogy nekem ez sokkal jobban tetszik, mint ami nálunk van társítva ehhez az egészhez, hogy akkor búskomornak kell lenni, és nyilván az ember szenved meg, fáj neki, de hogy nem feltétlenül a rossz dolgokra kell ilyenkor emlékezni. Sőt, szerintem. Egyáltalán nem. Szerintem az fontos, hogy a megfelelő tiszteletet megadjuk, tehát, hogy némi keretrendszer azért legyen, ne az legyen, mint az amerikai takarítónő, aki mini rövid nadrágba, rózsaszín rövid nadrágba jár
sírkertekbe sírokat pucolni, tehát hogyha kimegyünk a temetőbe, akkor legalább emberként öltözzünk fel, meg azért tartsunk be néhány szabály, de igen, ebben abszolút egyetértünk, hogy a jó dolgokra érdemes emlékezni, meg ezekről beszélgetni, utána összeülni egy kicsit a családdal, elmélkedni ezekről, ez szerintem tök jó. Meg hát más-más kultúránk, más szokások, mindenki máshogy emlékezik, szerintem ez teljesen oké. Most ugye ebben az időszakban szokott elég sok helyen, így ismerősi körben feljönni az a poszt, valószínű találkoztatok már ti is vele, hogy Magyarországon nincs Halloween, hanem ugye halottak napja van, meg minden szentek van. Igen, nem is egy napon van ugye ez a két-három emlékezés, hanem lehet szerintem a kettő, meg három, meg négy, meg bármennyi megférhet egymás mellett, meg miért nem lehet így gondolkodni, meg úgy gondolkodni. Szerintem ez bele kell, hogy férjen az elfogadás mellett. Ennek is meg kéne, hogy legyen. Igen. Ráadásul, amikor az embernek gyereke van, aki most gyerek, tehát nem a mi gyerekkorunkról beszélek, hanem akik most ugye gyerekek, náluk ez már teljesen természetes, hogy van ez a csokit vagy csalunk program, és hogy ez nem arról szól náluk. De aztán másnap ki lehet menni a temetőbe szerintem, és megemlékezni, hát, vagy ilyen. Otthon lehet gyertyát gyújtani, és beszélgetni azokról, akik már nincsenek köztünk, és emlékezni rájuk. Tehát szerintem ez a kettő normális keretek között meg kellene, hogy férjen egymás mellett. Igen, meg hát ők nyilván jobban élvezik ezt a csokit, vagy csalunk, meg hát persze. Meg hát ilyenkor vannak a Halloween bulik, ugye, amikor beöltözünk mindenféle szerepbe. Igen. Igen, meg ez az óriási nagy távolságtartás, meg ez a rettegés ettől az egész jelenségtől, ez szerintem kevésbé egészséges, mint az, hogyha képesek vagyunk közel vinni a gyerekekhez, meg a mindennapi életünkhöz, mert hogy akármennyire próbáljuk ezt elkerülni, a szerves része, tehát hozzátartozik az életünkhöz, hogy egyszer mindannyian elmúlunk. És mondjuk a nagyszüleink, meg dédszüleink korában ez a jelenség tényleg természetesen volt kezelve. Tehát megvolt a menetrend, hogy mi miután következik egy ilyen esetben. Manapság meg abszolút pánikba esik mindenki, hogyha ez a közelébe kerül. Nem jó dolog ez, sajnos, de ha egyszer már elkerülhetetlen, akkor próbáljuk meg normálisan, tényleg kegyelettel, meg normálisan kezelni. Na. Igen, de persze nyilván a gyerekeket is, nem tudom, tehát nekem így az ismerősi körben volt ez kérdés, hogy egyáltalán a gyerekeket kivigyük-e a temetőbe. Tehát, hogy vigyük-e magunkkal. Ez is egy jó kérdés például, de szerintem meg ez se rossz, hogyha látják. Jó, nyilván nem egy-két éves gyerekkel fogok, vagy egy csecsemővel mert mondjuk nem tudom hova vinni, akkor nyilván kiviszem magammal, de hogy ő még nem érti, de ha már érti a gyerkőc, akkor el lehet neki mondani, hogy ez miért van, és miért kell kimenni. De hát tényleg, most ezt nem hiszem, hogy annyira, de úgy mindig meglovagolják ezt a, nem Halloween van, hanem igen, hanem minden szentek. Igen, minden aztán évben mindig találkozunk ilyen posztokkal. Igen, de én kicsit így elgondolkodtam, hogy most rosszul kéne érezni magam azért, mert hogy ma mondjuk megyek egy ilyen Halloween tematikájú dologra. Rosszul, nem érzed dologra, még rosszul magad? Holnap az ovistársa, a régi ovistársakkal egymáshoz el fogunk menni, 6 címet körbejárunk, és jól fogják a gyerekek is, meg a szüleik is érezni. Főleg a szüleik. Ez most hát igen. Hát ez az, most rossz, tehát hogy most szerintem nem, ez nem. Tök jó pofa dolog, a gyerekek igen. Tök élvezik, mi is tök élvezzük, készülünk rá, gondolkodunk, hogy mivel lepjük meg a másikat, mivel tudjuk szórakoztatni egymást, szerintem ez tök rendben van. Egy pár év, és ez is ugyanúgy bele fog olvadni a köztudatba, mint a joviális pirosruhás Mikulás, aki egyébként korábban sosem volt pirosruhás, csak mióta a nagy amerikai üdítőgyár megtalálta ezt az egyébként fantasztikus karaktert, aki utána Mikulás lett az ő reklámjaiba, azóta sikerült ezt szépen beletenni a köztudatba. Tehát szerintem ezzel ugyanez fog történni, de azért, drága hallgatók, ti is megírhatjátok ennek kapcsán a véleményeteket, beszélgethetünk erről egy picit. Nem a legkönnyebb téma, amit most így felhoztunk a mai reggelbe, de ettől függetlenül ez szerintem aktuális. Nagyon érdekes és aktuális, úgyhogy a 0620 978 978 5-ös SMS és Viber számunkra írhatok ennek kapcsán.
Párosan szép az élet. Á, dehogy is! Café Édes Hármas. A stúdióban Réka, Andi és Imi. 12 perc múlva, 8 óra. Ez pedig a Forrás Café Édes Hármas. Itt van velünk még mindig Andi. Hello! Hello. Na, meg itt van Réka is. Hellóka. Hello. No, szóval, hogy itt vagyunk, és arról beszélgettünk, hogy mi a helyzet most a halottak napja, illetve Halloween kultúrköri, kulturális különbségekkel, összefonódásokkal, és hát ennek kapcsán jöttek is azért üzenetek. Írja nekünk Zsolt, hogy sziasztok, teljesen egyetértek veletek. Nálam totál kiveri a biztosítékot az a felfogás, hogy Magyarországon nincsen Halloween. Nekem már nincsen senki felmenőm, szóval elég megpróbáltatás a halottak napja, de mégis készülünk holnap Halloween, és megyünk beöltözve a gyerekekkel az utcán bolondozni. Aztán hétvégén megyünk közös gyertyagyújtásra és megemlékezésre. Miközben pénteken megyek Halloween buliba zenélni. Szerintem elfér egymás mellett simán. Üdv Zsolti Yellow, DJ Yellow. Igen, igen, szerintem is ugyanezt gondoljuk, de hát ezt megerősítette a Jeló, igen. Péter írta, hogy ő gyerekként utált ilyenkor kijárni a temetőbe, mert hogy ugye rengeteg olyan sírhoz mentek el, akiket ő egyáltalán nem is ismert, mármint hogy azokat, akiket oda temettek, és hogy a kislányával, illetve a barátnőivel holnap mennek ők is ilyen halloweeni bulira, és hogy most készülnek, készítik a kidíszített papírtáskákat, meg egyéb dolgokat, és hogy végre van valami pozitív érzelem is ehhez az ünnephez kapcsolhatóan. Tehát szerintem is ilyen felfogás is létezik, és lehet, hogy ez a elfogadás barátabb verziója az ez. Igen, mert hát azért tényleg, valljuk be őszintén, ez egy nehéz időszak azoknak, akik, vagy akik például pont mostanában veszítettek el valakit, vagy az év elején, vagy egy éve, nem tudom, az is még azért eléggé ott van az ember lelkében, és akkor valóban kell egyfajta egy ilyen kis kikapcsolódás, amikor tényleg nem az jár a fejedben, hogy mennyire szeretted azt a valakit, hanem hogy tényleg ez. Nyilván megadod a tiszteletet, mert ez nálunk szokás, de hogy attól függetlenül még miért ne hozhatnánk be egy olyan szokást, ami mondjuk nem nálunk népszerű. És nyilván nem véletlenül terjedt el. Meg ezt, amit mondtam, hogy ugye egy kicsit, mintha így összemosná ezt az időszakot így nekünk ezzel a mexikói életérzéssel, hogy azért valamilyen szinten ünnepeljünk is, ne csak sírdogáljunk a temetőben. Van az a rajzfilm, ami ilyen halottakról szól, mi is annak a neve, nem több is nektek? Van. Ilyen mexikói, pont ezt a hozzáállás kultúrát mutatja. Ja, gondolsz, arra. Tudom. Igen, most írtam. Ja, persze, ti is tudjátok, meg hallgatok, hogy melyikre gondolnak, nem? De nem kell nagyon messze menni, ott van a Beetlejuice, ami de szintén azért erről az átmenetről szól, tehát a két különböző igen. világról, ami szintén ehhez tartozik hozzá, akkor ott van a Halott mennyasszony. Halott mennyasszony, igen. De gyakorlatilag egy hasonló tematikájú rajzfilm. Igen, hát Tim Burton azt lehet ilyenkor igen. nézni, mert ugye ő ennek a mestere. Nem, legalábbis ne őt igazából. Nézzétek, de a filmjeit esetleg, hogyha úgy. Hát, jó, Tim Burtont is lehet nézni, ha tetszik valakinek. Koko, köszönjük Koko. Szépen, igen. Az egy nagyon-nagyon szép rajzfilm, úristen, én nagyon-nagyon sírtam a végén. És pont jól mutatja azt a kultúrát, hogy azért más, hogy lehet ugyanerről a dologról beszélni, megemlékezni. Amúgy szerintem a Halloween mögött egy olyan van, hogy ugye ezt Amerikának, amerikai dolognak tartják sokan, és ezért is ott kockodhatnak tőle, mert hogy a Valentin nap is ne, mert ez is Amerikából jött meg, akkor ez is onnan jött, de eredetileg ugye ez nem egy amerikai dolog, hanem ugye kelta eredetű, tehát hogy itt már eleve van egy ilyen tév eszme a dolog mögött. Bár egyébként ez a kelta, mert ugye én rákerestem, azért ez egy kicsit az lehet, hogy rosszabb. Az rosszabb, mert ugye hogy ne itt, Amerikához mert... mossuk már ezt a dolgot, mert hogy nem. Igen, itt ugye eleve a halottakhoz kapcsolják itt is, mert ugye itt azt írják, hogy úgy hitték a kelták, hogy ezen az éjszakán a meghaltak lelkei összezavarhatják az élők életét, mivel a lelkek ezen az éjjel vándorolnak a holtak birodalmába. Csodásan hangzik.
Bár ugye itt már bejön a mexikói rész is, hogy az emberek a szellemeknek ételt és állatot, jó, hát így állatot áldoztak, azt így gondolom, így a húsra gondolnak, hogy megkönnyítsék a vándorlásukat. Meg ugye a druidáknál volt az, hogy tulajdonképpen a töklámpás jött ott be, én most itt olvastam, így nem biztos, hogy teljes mértékben vissza tudom adni, de hogy ott az volt a lényeg, hogy aki, tehát ők a gyerekek lelkeit akarták magukénak, és akkor ahova töklámpást raktak, az annak a gyereknek kellett ugye hozzájuk kerülnie, és akkor, hogyha nem adták a gyereket, akkor tehát, hogy ilyen, azért az nem egy szép történet, úgyhogy mi maradjunk szerintem meg ennél a bulis résznél, a bulis részt kövessük, igen, hogy öltözzünk be. Emlékezzünk meg a hozzátartozókról, barátokról, akik már nincsenek köztünk. Nekem is most a tegnapi napon jött egy hír, hogy egy nagyon közeli hozzátartozom, aki sokban befolyásolta az életemet, és a jelenemet ő eltávozott közülünk, viszont emlékezzünk meg rájuk, szerintem pozitívan ebben a néhány napban, és szerintem is igazán van helye annak, hogy egy kicsit a gyerekeket is közelebb vigyük ehhez a témához, és ne rettegéssel álljanak ehhez a dologhoz, hanem tudják elfogadni könnyebben. SMS és Viber számunk pedig a 0629789785-ös, ide írhattok nekünk üzenetet, akár ennek a témának kapcsán is, illetve, hogyha bármi olyan infótok van az utakról, amit megosztanátok velünk, azt várjuk sok-sok szeretettel. Forráskafé. Jó kedvre hangol. Aki nem pláza cica, hanem már macska, ülvedi Réka. Macska nő a macska. Ja, oké, rendben van. Bírjuk azt a karaktert. Hát itt a Halloween lehet beöltözni. Jó reggel, drága hallgatóink, 8 óra után járunk, 7-es darab perccel. Itt van veletek Réka, meg itt vagyok veletek én is továbbra is. És jönnek az üzenetek. Egyrészt kaptunk üzenetet annak kapcsán Judittól is, hogy Coco az animációs filmnek a címe. Igen, köszönjük szépen, Judit, valóban ez az animációs film címe, és bejelentkezett állandó horgász, pecás hallgatónk is, pecás Laci, üdvözlöm a hármast, klassz napot kívánok, ma egy kis balinnal indult eddig a nap. Annyira nem is kicsi ez a balin, Laci, gratulálunk, ügyes vagy, nem semmi. Mekkora fogások vannak Lacinál. Na, Lacit is irigylem a maga nemében. Minden reggel kinn a tóparton, peca, víz, madárcsicsergés, természethangjai, forráskafé, hát élni tudni kell hiába. Így van. Na meg ugye, akkor itt van ez az ellentmondás, vagy nem ellentmondás, hogy most milyen ünnepet, milyen kultúrában tartunk, és igazából azt kell, hogy mondjuk, hogy bőven megfér egymás mellett minden, már csak azért is, mert ugye mindegyiknek külön napja van. Tehát holnap a Halloween, aztán jön a Mindenszentek. Igen, és másodikán meg a halottak napja. Tehát igazából nem az egyikre raktuk rá a másikat. Oké, hogy egymás mellett vannak, és ezért torlódnak, de hogy mindennek megvan a helye. És hogyha azt a maga helyén tudjuk kezelni, akkor szerintem, meg mások szerint is tök oké. Például írja nekünk Csabi, aki eléggé képben van a vallási dolgokkal kapcsolatban, hogy az egyébként egy tévhit, hogy a Mindenszentek ne lenne egy örömteljes ünnep, mert hogy pont, hogy az egyház első nyitó énekének a kezdő sora így kezdődik. Például, hogy nagy öröm van ma az égben, örvendezzünk keresztények. Persze a halottak napja már egy picit más történet, az gyászosabb, hiszen gyászmise is van akkor, de hogy itt sem a kettő együtt van, hanem van a Mindenszentek, ami egy öröm ünnep, és utána pedig van a halottak napja, ami pedig egy ilyen megemlékezéses történet. Tehát itt sem egy és ugyanaz a kettő. Érdekes. Nálunk sem. Szóval, ez szerintem jó, hogyha így a helyén kezeljük, meg egy picit utána nézünk esetleg a dolgoknak. Igen, ez mielőtt fontos. Így nyilatkoznánk fontos. Össze-vissza, hogy fúj-fúj ez, amerikai. Fúj-fúj az. Hát, ja. Meg igazából nem kell nagyon messzire menni, a déli harangszó. A déli harangszó is világszerte délben elhangzik, és hát ugye az is a Nándorfehérvári csata emlékére szólal meg egyébként a keresztény világban, hogyha történelmi emlékeim és ismereteim nem csalnak, tehát akkor azzal gyakorlatilag más országoknak is problémája lehetne, hogy hát, de hát mert hogy Magyarországon volt a Nándorfehérvári csata. Uh-huh.
Hát igen, szóval, hogyha így belemegyünk a mélyére a történéseknek, akkor lehet, hogy egészen más fényt vett föl egy csomó olyan ünnep, amit természetesnek tartunk, aztán meg, hogyha utána megyünk, akkor egészen más üzenetek is rejtőznek benne. Hát szerintem kezeljük úgy a dolgokat, ahogy nekünk jó. Persze, figyelj, azért ennyire ortodox módon nem lehet már ragaszkodni a dolgokhoz, én azt gondolom. Igen, nyilván jó lenne, hogyha mindenkinek megmaradna a saját maga kulturális közege, de nem gondolom, hogy pont ezek azok a dolgok, amikkel érdemes egyből ezt elkezdeni, hanem ismerd meg saját magad, amiről már beszéltünk több alkalommal is, hogy a saját kultúrádat, a saját emlékeidet, a saját családodat, a saját környezetedet ismerd meg, abban találd meg azokat a régi hagyományokat, meg azokat az elveket, amiket a magadénak tudsz, de én szerintem nem kell globálisan ennyire verni a tamtamot. Szerintem simán megférnek ezek a dolgok egymás mellett. Hát meg amennyire multikulti már az a világ, és mindenhol mindenféle nemzet és kultúra megjelenik. Szerintem ezek most már, hogy ennyire ragaszkodjunk a sajátunkhoz, és másokat nem lehet elfogadni a másokét, ez szerintem idejét múlt dolog, hiszen együtt élünk, egy csomó nemzet van együtt, és ez most nem tudom, hogy jó vagy rossz, most itt nem erről van szó, hanem hogy ez a helyzet. Tehát azért, mert ez így van, akkor próbáljunk meg békésen együtt élni, és egymás kultúráját is elfogadni, és amennyire lehet még akár támogatni is. Úgyhogy a békés együttélés örömére most hozunk nektek némi zenét, aztán utána érkezünk hozzátok vissza hamarosan. Természetesen hozzászólhattok ti is, drága hallgatók, ehhez a témához, maradhatunk ezen a vonalon, hogyha van hozzá kedvetek, és hogyha közlekedési információtok van ezen a gyönyörű napsütéses reggelen, akkor azt is várjuk tőletek sok-sok szeretettel. Ez a Forrás Café. A csúcsforgalomban feldob, munkában felpörget. Bonjour, hogy más nem mondjak. Ez volt a Szelávi az Ace of Base-től, itt a Forrás Rádióban. Egyébként 10 perc múlva 8:30. Valamit próbáltál mondani, Réka? Igen, 21, ugye azt emlegette egy folytában az Ace of Base, és hogy 21 évvel ezelőtt történt egy súlyos baleset egy nővel. És hogy ez így most összeértek. Micsoda összecsengések vannak. Ugye. Valamikor tudtunk kívül is, így történnek a dolgok. Szóval, hogy történt egy nő vel egy eset, hogy hát ő jópofaságból gondolta, hogy beugrik a medencébe. Jaj, ezek a jópofaságok mindig veszélyesek. Igen, hát ez egy nyaktörő mutatványba fullad bele ebbe a sztori. Szerencsére a nő most már azért a lehetőségekhez képest jól van. Hát nem túlélte. Teljes, igen, tehát hogy nem teljes a mozgásában, mert hogy tolószékben tengeti a napjait most már, de hogy így tud azért mégiscsak egy teljes értékű életet élni. És hogy ennek ugye az évfordulója most jött elő, és így viccesen mondta a férjének, hogy hát mi lenne, hogyha megemlékeznénk erről az eseményről. Ő pedig ezt tök komolyan gondolta, és gondolta, hogy akkor meglepi egy tortával. Na most ez a torta nem egy hagyományos torta, hanem egy ilyen kis dísz torta, megemlékezett erről az eseményről. Szóval egy medence formájú torta, amiben egy Barbie baba állítva, és borzasztó. Csak a lába lóg ki belőle. És nagyon tetszett a feleségének ez, hogy így emlékezett. De ez tök jó, hogy ennyire bírja fekete humorral ezt a helyzetet kezelni. Igen, vannak olyan pillanatok, amikor nem lehet másképpen talán túllendülni egy-egy bizonyos szituáció, mint humorral, és hát igen, az adott esetben lehet a fekete humor is. Igen, hát itt ugye az azonos humorérzék az fontos, hogy meg legyen a párnál. És hogy nem, gondolj bele, hányan sértődtek volna vérig egy hasonló szituációban. Ja, Istenem. De ez tök jó, mert ezzel föl lehet oldani azt a nehézséget, azt a feszültséget, igen, ami esetleg ennek kapcsán jár. De érdekesen néz ki ez a torta. Hát bizarr ez a torta, és azért megosztotta a népet, mert hát természetesen Insta oldalukon ezt közkincsé bocsátották. Igen, de nagyon sokan írják, hogy mennyire viccesek, meg mennyire jó, hogy ezt így kezelik, és abszolút egyetértek ebben. Nem tudom, hogy én tudnám-e hasonlóképpen kezelni a helyzetemet, de azért ti, drága hallgatók, ezt megírhatjátok nekünk, és hogyha már torta, akkor... Beszéltünk róla, ugye a drága hallgatókkal, hogy elkészült az első prototípusa a Komárom-Esztergom vármegyei tortának. Zseniális volt. Roppanós réteg, túró, karamell.
minden, amit szerettetek volna, az benne van. Nagyokat nyelvi. Összefut a nyál a számba, igen. És hát egy kicsit variálunk még rajta, mert hogy arról beszélgettünk, hogy valószínűleg szükség lenne bele némi kis savanyúbb, kicsit savasabb részre, úgyhogy most valószínűleg rakunk bele majd egy kis barackot, hogy az egy kicsit feloldja ezeket a dolgokat, de hát elképesztő jól sikerült már így is. Jaj, annyi... És ezt hamarosan reményeink szerint meg lehet majd kóstolni, sőt, valami jó ügyet is fog támogatni ez a kóstoló. Úgyhogy ennek részleteivel, ahogy csak tudjuk, jövünk és jelentkezünk. Így van, Staracsek Ádám cukrászmester egyébként, aki magára vállalta ennek a süteménynek az elkészítését, és ő dolgozik rajta. Ő egyébként többszörösen indult már, sőt, nyert is az Ország Tortája versenyen, úgyhogy hogy Ádámnak hálásan köszönjük, hogy ennyire lelkén viseli ezt a projektet, és hát bízunk benne, hogy így, hogyha belekerült már ez a barackos rész, akkor már tényleg teljessé válik a torta, és néhány héten belül elkezdhetjük majd azt a jótékonysági gyűjtést, amit a tortával együtt szeretnénk elindítani. Erről természetesen tájékoztatunk majd benneteket, úgyhogy érdemes a social media felületeinket is követni, illetve hallgatni a Forrás Cafét is, mert hogy jövünk még fontos információkkal. Igen, és ennek a tortának az is a különlegessége, hogy egyrészt ugye ti szavaztátok meg azt a három fő jellemző ízt, ami a torta alapját képviseli. Másrészt pedig, hogy ez nem ilyen országtortája feeling, hanem ugye ez a megye íze, és éppen ezért a ti ízlésetekhez szeretnénk alakítani. Ezért is dolgozik Ádám annyit rajta, hogy ne a szakmának feleljen meg, hanem a fogyasztónak. Tehát ez egy döntően más szemlélet és hozzáállás, úgyhogy én ezt is nagyon díjazom Ádámban, hogy így a fogyasztó fejével gondolkodik, és nekik szeretne nagyon-nagyon finomságot készíteni ebből a három alapvető ízből, de hogy még egy kis csavar legyen benne, úgy néz ki, hogy meg fogjuk bolondítani egy kis barackkal. Nagyon-nagyon várjuk már. Most zenélünk nektek, aztán utána érkezünk hamarosan, és még egyszer kövessétek a social media felületet, meghallgassatok minket, ez a lényeg. 0-20-91-8-91-85-ös. Akik a ma reggelt is neked főzték, Ölvedi Réka és Borsodi Imre. Hölgyek, urak, ahogy látom, ti is mozgásban vagytok, ahogy az előbb erről Segi is énekelt nektek. Ahogy nézem, igen, mert hogy elég erős a forgalom az M1-es autópályán, és vannak itt mindenféle közlekedési információk, amiket fontos, hogy megosszunk veletek. Például az, hogy Dömös belterületén a 49-es és az 50-es kilométer között aszfaltozás miatt le van zárva a fél útpálya, de hát ez már hetek óta így van, úgyhogy ha valaki sűrű jár arra felé, ez megírhatná, hogy ez valóban így történik-e még a mai napig is, vagy csak szimplán nem kapunk friss információkat ennek kapcsán, mert hogy ezt is el tudom képzelni. Az M1-es autópályán Budapest felé Bábonaács, Komárom, Kisbér csomópont között javítják továbbra is a burkolatot, 91-es és 84-es kilométer között, a külső és a leálló sáv van zárva, a belső sávra van átterelve az ellenkező oldal belső sávjára a forgalom egészen pontosan, és Hegyeshalom felé a forgalom a külső, illetve a leálló sávon halad, úgyhogy legyetek óvatosak itt is. Szerintem tegnap itt volt egy nagy baleset egyébként pont ezen a környéken, úgyhogy tényleg óvatosan, körültekintően, na meg hát remélem, hogy most már azért mindenki lefoglalta az időpontját a gumicserére, mert hogy lassan-lassan azért csak bekúszik a hideg, és hát olyankor pedig már érdemesebb a téli gumival közlekedni, nem ám itt csúszkálni a jégen. Igen, ez a csökkenés, mármint a hőmérséklet csökkenése, ez jövő héttől már várható, sőt vasárnap. Lehetséges, hogy szombatról vasárnapra lesz egy kis lehűlés, nagyjából 5 fokot fog zuhanni lefelé a hőmérséklet, de most addig még szombatig azért marad ez a nagyjából ilyen idő, mint tegnap, illetve ma várható 17 fokos csúcshőmérséklettel, ködös reggelekkel még az elején, aztán péntektől pedig jön egy meleg front, szombaton meg felváltja természetesen a hideg front erőszéllel, úgyhogy ott már érezhető lesz a változás, aztán utána pedig ilyen 10 fok környékén fogja tartani elvileg egész novemberben, hát aztán majd meglátjuk, hogy ez hogyan alakul, egyelőre én még csak a hétvégéig néznék előre. Tehát Réka, akkor csináltál egy hetes időjárás előrejelzést, ami
marhára nem úgy fog majd történni, de legalább a drága hallgatók most egy kicsit pozitívabban ítélhetik meg az elkövetkezendő napokat. Ezzel csak azt akartam jelezni, hogy a mai, holnapi, holnap utáni, tehát most itt a vége felé haladva a munkanapoknak, ezeket az időszakokat, ha lehet délután, azért használjátok ki, mert nem biztos, hogy lesznek még ilyen 15 fok fölötti idők. Nekem most áll össze a kép, hogy te miért nézegeted ennyire ezt az időjárás előrejelzést az elkövetkezendő 3 napra. Nem is értettem. Hát mert te holnap megint csak olajra lépsz. Igen. Meg vagyok őrülve teljesen. Hát te is olajra léptél múlt héten, úgyhogy most én is olajra lépek. Fel van hánytorgatva 3 nap pihenés. Azt se tudom már számolni, ilyen 20 ujjamon, hogy hányszor nem voltál itt velem reggel. Jó, nem? Vagy persze, nem pihenjél, te családanya vagy, neked kell a pihenés, meg a gyerekekkel együtt töltött idő. Én meg úgynevezett torkos borz effektussal lenyomom ezt a hetet, mert hogy én egyébként esélyen is itt vagyok veletek. Ja, hát jó, de akkor amúgy is nélkülem lennél itt. Hát akkor igen, de hát azért a holnapi nap, hát és hétfőn se vagy, jó, soroljuk hát, még. Hát de bagatell dolgok ezek, na, 0620-978-978-5-ös, ez például itt van, úgyhogy ide írhatjátok a közlekedési információkat, hogyha van nektek valami olyan, amiről mi nem tudunk. Forrás Café! Erős, mint a monostori erőt falai Komáromnál. Drága hallgatók, veletek vagyunk, mint mindig, hogy ez a Forrás Café, és hát nagyjából 10 perc múlva 9 óra, és hát rövidesen érkezik Andi a hírekkel. Közben pedig jöttek mindenféle információk hozzánk, aminek kapcsán a segítségünket, segítségeteket kérik. Például Gyöngyvér elhagyott egy kulcsot szombaton, és ennek kapcsán érdeklődött, hogy talált-e esetleg valaki itt a környéken, vagy behoztak-e hozzánk kulcsomót. Még nem hoztak be hozzánk kulcsomót, Gyöngyvér, viszont hogyha küldesz nekünk egy leírást, hogy mi az, amit pontosan elhagytál, és hol a városnak, vagy a régiónak mely területén, akkor lehet, hogy ez segítség egyrészt nekünk, másrészt pedig saját magadnak. Így van, 0620-978-978-5-ös az SMS és Viber elérhetőségünk, és ugye ott van még a Messenger felület is. Én pedig nézek ki az ablakon, és gyönyörűen süt a nap, ami visszaidézi bennem a nyár hangulatát. Mesztelere vetkőzve szeretnél kinapozni az udvaron? Hát ezt most így nem gondolnám, de most, hogy így mondod, lehet, hogy valaki szeretne nudizni, nem én, az biztos, de valaki például nudizás közben egy akcióba csöppent. A nudista akciócsoport? Lehet, hogy ők, nem tudom, de ezt a következő órában biztosan kifejtjük. No, hát akkor ezzel jövünk vissza hozzátok 9 óra után, most pedig átadjuk a terepet. Érkezik hozzátok Andi a hírekkel, tartsatok vele, meg aztán majd utána természetesen velünk, ez a Forrás Café. Akik a régiót közel hozzák egymáshoz, Ölvedi Réka és Borsodi Imre. 3 perc után múlott 9 óra, és igen, itt vagyunk veletek, jól érzékeled, igen. Szóval 9 óra után járunk 3 perccel, itt van veletek Ölvedi Réka, na és meg Borsodi a Borsodi Imre. Gyerek, így van. Jó reggelt azoknak, akik még otthon vannak, és hát kitartás mindenkinek, aki pedig a munkában vagy az úton közlekedik éppen. Mi itt vagyunk veletek még ebben az órában, de a következő órától már érkezik hozzátok Szabó Pisti, és hozza majd a koktélokat. Hát sőt, ebben az órában is már sört? Érkezik. Nem, ja, hogy sőt. Azt hittem a sört hoz. Na meg kinézve az ablakon nagyon jó idő van, és akkor ugye ott tartottunk az előző óra végén, hogy ez felébresztette bennem a nyári emlékeket. Igen, a pucéran strandolós, napozós időszakot ébresztette ez föl benned. Igen. Na mesélj, mit hoztál? Ez történt volna velem, na de... Valakivel meg ez történik, mert hogy ugye a nudizás azért az egyes helyeken felkapott dolog, és turisták is járnak arra felé, ahol mondjuk ilyen nudista strand környéke van, és volt egy alkalom még a nyári időszakban San Franciscóban, amikor is egy férfi megtámadott egy turistát. Ez még ugye elő szokott fordulni, itt szimpla eseményről van szó, de hogy kik keltek a védelmére? 2 totálisan mesztelen férfi. Tehát, nem már. Megtámadsz egy embert, mondjuk nem tudom, nem sűrűn volt még ilyen. Minden második nap el szoktam menni valahova itt a környékbe, és megtámadok valakit, hogy érezzék a törődést. Na de nem egy szimpla lefegyverzés történik ilyenkor. Hát ez hanem, nem volt szimpla. Hanem 2 lifegőben ott megáll egy ember, illetve 2 melletted, és így... Most szaladnak utána. Igen. Na most akkor azért szerintem elmegy az ember kedve attól, hogy másokat ott megfenyegesse. Borzasztó. Én megnéztem ezt a videót.
volt egyébként. Én már valószínűleg attól sokkot kaptam volna, mármint megtámadott, hogy megjelenik ez a két ember a háttérben, és közben neki áll dulakodni azzal a harmadikkal, aki meg fegyvert fog rám, és megpróbál kirabolni. Egyébként a dolog szempontjából sikeres volt az akció, mert hogy a megtámadott embernek sikerült bemenekülnie a boltba, ami ott volt a közelben, és hát az iratait is, illetve a pénzét is sikerült visszaszerezni, és azt mondták, hogy hát nem ez volt az első alkalom, hogy ez a rabló ott a környéken ólálkodik, na de ilyen megoldása még nem volt példa. Nekem hát ez kellett ahhoz, látod, hogy többet ilyet ne csináljon. Tehát amikor kapott egy jobb horgot, és így a földre esett, és felnézett, az pont az a magasság, amikor ugye azt látta, amit nem akart látni. Borzasztó. De egyébként, na látod, ez a furcsa, hogy egy csomó mindenen meglepődünk, meg egy csomó mindenhez nem vagyunk hozzászokva, meg konzervatívan gondolkodunk, ami a maga nemében jó, de azért ebben is vannak olyan momentumok, amik időszakonként vitathatóak. Bezzeg Amerikában, San Franciscóban azon már senki nem lepődik meg jószerével, hogy két férfi gyakorlatilag anyaszült pucéran kódorog az utcán, mint gólya fos a levegőben. Igen, hát lehet, hogy a helyi cowboyok csak éppen elhagyták a káót, igen, tehát csak azt próbálták bizonygatni, hogy ők a bolyok. Igen, hát ez a sikerült, mert azért a videón igyekeztek kitakarni a részeket, de nem mindenhol sikerült. Ja, irigykedsz, irigykedsz. Én nem, hát mire irigykedni? Ja, jogos. Én csak néztem a videót. Ártatlanul, tágra nyílt szemekkel, elcsodálkozva. Igen, hát jó, amikor így, tudod, amikor nézel egy filmet, és akkor is látsz egy olyan jelenetet, ami mondjuk egy baki, és te fedett. Ez igazán fel. Bak. Ez most az volt, igen. Akkor az ilyen jó, hogy én észrevettem. Nálam nem ment át a rostán. De drága hallgatók, hogyha nektek sikerült esetleg valami hekkel megmenekülnötök kínos szituációból, ami lehet akár mondjuk rablás, akár nem is tudom, erőszakra törekvő férfi vagy női közeledés, akkor ezt megírhatnátok nekünk SMS-ben vagy Viberen, csak hogy tanulhassunk tőletek. A telefonszám, amire ezeket várjuk tőletek, az a 0620 978 978 5-ös. Forrás Café! Mi tudjuk, hogy sikerülni fog! Itt vagyunk veletek 2:45 után, és hát jöjjön némi sporthír, drága hallgatóink, ugyanis Esztergomban már ugye 6 fordulón túl van az esztergomi női kézilabda csapat, és eddig veretlenek. Most lesz a következő mérkőzés, és rekordot döntöttek, képzeld el, Réka, mert hogy 1 óra alatt elfogytak a jegyek. Igen, az Esztergom Ferencváros kézilabda mérkőzése, úgyhogy jól megpörgették a csajok, nagyon nagy az érdeklődés, és hát azt nyilatkozzák a Facebook oldalukon a kézis lányok, hogy senki ne aggódjon, akinek esetleg nem jutott jegy, a Suzuki Arena bejáratánál felállításra kerül majd egy LED fal, amelyen élőben közvetítésre kerül majd a mérkőzés, és büfé is üzemel majd, úgyhogy drága esztergomiak, illetve az Esztergomnak szurkolók, ne aggódjatok, mert hogy van lehetőségetek megnézni a kézilabda mérkőzést is. Ja, és hát természetesen azok se essenek kétségbe, akik a Fradinak szurkolnak, ők is meg tudják nézni a meccset. Egyébként érdekes lesz az összeállítás, már csak azért is, mert hogy több ferencvárosi kötődésű játékos is van Esztergomban. Nem tudom, hogy tudtad-e. Kovács Anett, Kisfaludi Anett, Szucsánszki Zita, Balai Anna, illetve Balai Borbála, Kálmán Luca, illetve Horváth Fanni is szerepel az esztergomi csapatban, illetve a vezetőedző Elek Gábor, ő volt a korábbi szövetségi kapitány, aki az FTC mestereként 2-szeres bajnok, 3-szoros Magyar Kupa győztes és 2-szeres KEK győztes bajnokok ligája ezüstérmes volt a Fradival, úgyhogy már csak ebből a szempontból is érdekes lesz ez a mérkőzés. Hát akkor ezek szerint nem hiába fogyott el 1 óra alatt az összes jegy. Bezony. Lehet, hogy ilyen két felé fognak szurkolni, nem? Tehát, hogy minden gólnak örülni fognak. Ez egész aréna van így. Igen. Fog menni. De ez egy nagyon szép gesztus, hogy akkor kivetítőn ezt így lehetővé teszik. Gondolom ez ingyenes verzió, ugye az arénán kívül. A büfé gondolom nem ingyenes, de hogy legalább a kivetítőn ingyen lehet nézni a mérkőzést. Én azt feltételezem, bár nincs hír erről, hogy ezt hogyan oldják meg, de hát ott nehéz jegyet szedni, hogyha kinti területről van szó.
Nem. Most azt várod, hogy én erre válaszoljak, nem, nem tudom, én nem játszom az esztergomi kézilabda csapatban, de drága esztergomi hallgatóink, drága esztergomi kézisek, hogyha ezzel kapcsolatban hozzánk vágnátok egy infót, hogy belépős lesz-e a kivetítős, meccsnézegetős, büfés megoldás, akkor azt megköszönjük hálásan, csak hogy pontos információkat adhassunk át a mi hallgatóinknak, illetve a ti szurkolóitoknak is, de lényeg a lényeg, hogy már csak a régiós kötődés miatt is hajrá, Esztergom, szurkolunk! Igen, kedden akkor este meg lehet a program, és hogyha nem tudtok elmenni Esztergomba megnézni élőben, akkor viszont a tévében is élőben fogják közvetíteni. Úgyhogy mindenki nézheti ezt a mérkőzést, akár helyszíntől függetlenül is. Úgyhogy szerda reggel lesz majd miről beszélnünk, Imi, ez azt jelenti minden bizonnyal. Igen, így van, ahogy mondani tetszel. Na? Ne, igazából csak elgondolkodtam, meg kerestem még mindig azt, hogy most akkor a belépés az hogyan oldható meg, de egyelőre erre nem kaptunk választ, ezt várjuk tőletek SMS-ben vagy Viberen 0-20-97-8-97-85-ös. Most zenélünk egy kicsit, aztán érkezünk hamarosan. Forrás Café, imádni való, mint az öreg tó tatán. Szegény Stingnek kicsit elment a hangja erre a dalra, de itt vagyunk veletek, drága hallgatóink, 4 perccel múlott 9:30. És azt is tudjuk, hogy ingyenes lesz az a bizonyos mérkőzés, amit kintről. Köszönjük szépen az információt, követni. Úgyhogy akkor mindenki, aki csak tud, menjen oda. Irány Esztergomba. Igen, nem most, majd jövő kedden. Azt azért fontos hozzátenni. Na nézem az orrodat, próbálom felfedni, hogy hazudj milyen még, lehet. Pinokkió, hazudj még. Mire gondolsz? Mert hát az orr az bizonyos személyiség jegyeket rejt. Na kérem szépen, akkor Mátyás királyról, tessék, itt van, várjál. Tényleg Mátyás királyos az orr? Nem tudom, hogy Mátyás királyos az orrom, egyelőre a szemüvegemet se tudom levenni a fejemről. Milyen orrom nézzük van nekem? Nézzük szemből, mutasd. Te parancsolj. Igen. Jó, fordulj el. Igen. Jó, most teljesen fordulj hátra. Ja, így nem most lesz. Fordulj fel. Szerintem nekem hegyes orrom van, nem? Hegyes. Én is úgy látom, hogy hegyes. Na képzeld el, a hegyes orrú embereket gyakran szorgalmasnak és céltudatosnak tartják. Tessék, egyelőre igen. Szerintem is. Ez az orrforma szimbolizálja a célok elérésére való törekvést és a kitartást. Uh-huh. Az ilyen emberek általában keményen dolgoznak, uh-huh, és nem félnek a kihívásoktól. Imi, rólad beszélünk. Ezt rólam írták a cikket, visszaesztréfálkozol. Én vagyok az alapértelmezett kép hozzá. A hegyes orr határozott megjelenést ad, ami összhangban áll a magabiztossággal. Így van, és nehezebben isznak fehérboros pohárból, mert hogy mindig fönnakad az orruk a pohár szélén, ne? Ez nincs odaírva, de ez is stím. Egyébként az a helyzet, hogy mondanám, hogy neked más formájú az orrod, de egyébként hasonló orrformád van, talán kicsit ívesebb az orrnyerged. Meg lehet, hogy kicsit tompább, ne? Igen, de tompa orrút nem látom. Tompa orrú, igen. Az a sertés, nem? Ja, nem, az turcsi. Mert egyenes, görbe, hegyes, széles, kicsi, hosszú, ilyeneket látok felsorolva. És itt még mindig az orrokról beszélünk. Csak is az orrokról beszélünk. Úgyhogy aki szeretné, szívesen megosztom vele, hogy ő milyen személyiségjegyeket hordoz. 0-20-97-8-97-8-5-ös, és nagyon várom, hogy megjelenjen Pisti, mert az ő orrát is megpróbáljuk bekategorizálni. Ki analizálod Pisti orrát? Hát igen. Én arra is kíváncsi vagyok, hogy ő vajon a jövő héten megy a kézilabda meccsre, mert hát oké, hogy nem a futballcsapatna, de ettől függetlenül Ferencváros, azért a szív az csak oda húz szintén. Na majd ezeket jól kibeszéljük Pistivel, hogyha megérkezett. Jövünk hozzátok rövidesen, és utána jön Pisti már, és hozza nektek a koktélokat. Forrás Café! Imádni való, mint az öreg tó tatár! ATB és a Let You Go itt a Forrás Caféban. 43 perccel járunk, 9 óra után. Megérkezett a szakál nélküli Mikulás. Teljesen el vagyok keskenyedve, mióta nincs szakállat, Pisti. Szorját, ki fog nőni, előbb vagy utóbb, állatoknál is van olyan, hogy levágják bizonyos testrészüket, és újra kinő, úgyhogy hidd el, nekem a szőrzet is valahogy így működik. Hát akkor megnyugszom. Nem lesz ez örökké ilyen, de az előbbi hangulat, hát mintha egy retro buliban éreztem volna magam. Remek 1999, volt. 1999, az már retro. Az már figyelj, a 80-as mellé szerintem a 90-es évek is megérkeztek a retro fogalma alá, sőt szerintem most már a 2000-es évek eleje is kezd oda tart,
változni, és most gondolkodtam, mikor voltam utoljára olyan buliba, ahol retro zene ment, vagy régi zene, és szerintem az utolsó emlékem az az, hogy Réka táncol, és őt pedig bámulják a férfiak. Mindez tatán. Ne nézzetek már ilyen furcsán. Ez mi? Hogy? Nem értem. Amikor volt a Forrás Rádiónak a születésnapi szingli bulija, ott szerintem az utolsó ilyen régi dal, amit ilyen buli helyen hallottam, az szerintem közben pont téged néztelek, úgyhogy valahogy így engem zajlott. Néztél? Aha. Nem, a Pisti. Nem tudok elmenni amellett, mondjad, hogy mióta bejött Pisti, azóta szugerálom én is az orrát, meg azt látom, hogy Réka, te is azt szugerálod. Tényleg. Mert hogy igen, az előző megszólalásunkban arról beszélgettünk, hogy milyen személyiségi jegyekkel rendelkeznek az emberek, akiknek ugye értelemszerűen különböző formájú orra van. Meg lehet mondani a személyiségi jegyeket? Hát figyelj! Például tesszünk egy próbát, és akkor ti alapvetően ismertek engem úgy önmagában is, tehát hogy akkor össze tudjátok nézni ezzel a jellemzéssel, leírással, hogy vajon mennyire igaz. Imire tökéletesen illett a hegyes orr leírása. Igen, hát az enyémre különösebbképpen nem. Nem. Várj, meg akarod tapizni? Nem. Ezt nem kell, hogy érintésre lehet, hogy könnyebben meg tudod a formáját állapítani. Biztos nem akarod megfogni az orromat? Ebben egészen biztos vagyok. Viszont abban nem, hogy melyik jellemző. Ha szeretnéd, akkor adáson kívül is. Nagyon kedves vagy, Pisti, lehet. Tényleg. Mert hogy amikor így oldalról látlak, akkor kicsinek tűnik. Ha szembe fordulsz. Miről beszélsz? Az orromra? Ha szembe fordulsz, akkor meg szélesnek. Igen? Na most ez a kettő együtt így nincs, csak külön-külön, úgyhogy el kell döntenünk, Pisti és Imi, hogy mi jellemző Pistire. Hogy az enyém széles vagy kicsi? Na mesélj! Figyelj, olvasok, jó? Így ilyen kis szúrópróbaszerűen jönnek itt a dolgok. A széles orr például társas életkedvelését tükrözi. Nyitottak, barátságosak, könnyen kapcsolódnak másokhoz. Ez nem én vagyok. Viszont döntésképtelenek. De azért Pisti egész jól tud döntésképességjele is lehet, igen. És erős karakter. Gyakran vezéregyéniségek a társaságban. Nem, nem a Pisti. De mégis, mégis na, igaz. Na várj, akkor jön a kicsi. Igen. A kis orrú emberek általában lendületesek, energikusak, kreatívak. Ez az orrforma az élet élvezetét és a spontaneitást szimbolizálja. Az ilyen emberek hajlamosak a könnyedségre, és gyorsan alkalmazkodnak a változásokhoz. Na hát én azt gondolom, hogy mind a kettő tökéletesen. Ugye, szerintem is mind a kettő egyvelege vagy te valahol. Úgyhogy most a hallgatók így az orromból detektálva rájöhettek, hogy milyen nagyszerű ember vagyok. Maga a tökéletes kicsi orra, férfi. Kicsi nagyszerű ember. Kislapos orrú, igen. Na de Pisti, egyébként lesz most egy kézilabda mérkőzés is, ami lehet, hogy számodra is izgalmas. Már rangadó, ugye, ahogyan erősödik az esztergomi csapat. Esztergom Ferencváros, erről beszéltetek. Bizony. Itt néhány blokkal ezelőtt ebben az órában, itt a kávéban. Izgalmas lesz, főleg, hogy én amikor Elek Gábornak a búcsú videóját láttam, amikor tőle elbúcsúztak a Ferencvárosnál, ami után egyébként egy hajszál híja volt, hogy nem nyerte meg egyébként a Bajnokok Ligáját a Fradinak, ami igazi nagy csoda lett volna. Szóval, hogy én konkrétan megkönnyeztem azt a videót. És az volt bennem, hogy ezek után mi lesz Elek Gáborral, hol talál otthonra, és egyáltalán lesz-e hely, ahol otthonra talál. És ez valami csoda, amit ő kiépített, felépített viszonylag rövid idő alatt Esztergomban, és azt gondolom, hogy ő most otthon van. Egyébként, ahogy beszélgettünk róla adáson kívül, azért Esztergomban elég erős a Ferencváros iránti elköteleződés amúgy is. És hát igen, hát ha valahol tárt karokkal várják Elek Gábort, aki fradi legenda nem csak saját jogán, hanem a szülei jogán is, tehát egy fradista család, fradista legendája, ezek után nyilván egyrészt Esztergomban is erős a fradi kötődés, Felvidéken még inkább erős az a kötődés, arról beszéltünk itt adáson kívül is, hogy csak át kell sétálni a hídon, és rögtön találunk egy nagyon nagy fradista kocsmát például Párkányban, ami azért fontos, mert az egy fontos közösségi hely, és ilyen jellegű kocsma kevés van egyébként az országban, mint ami ott. Egy olyan tulajdonossal, aki ízig-vérig fradista, és óriási szíve van, úgyhogy tök jó, hogy a fradista kötődés, meg ez az egész ott találkozik Esztergomban. Ráadásul Elek Gábor egy remek szakember, a csapatban ott van az ő saját felesége, szóval hogy az egész valami hihetetlen és elképesztő. Kíváncsian várjuk majd a mérkőzést. Biztosan izgalmas és erős mérkőzés lesz. Nem véletlenül fogyott el egy óra alatt az összes jegy, úgyhogy drága hallgatók, jövő héten kedden lesz ez a meccs.
hogyha időtök engedi, akkor ott a helyetek. Meg hát ezzel a felvezetővel azért eléggé meghoztad a kedvet ehhez a meccshez, még nekem is. Nagyon remélem, hát nekem vannak olyan fradista barátaim, akik lejárnak Esztergomba kézilabda meccset nézni, tehát ugye azon hétvégén gondolkodtak, hova menjek, most éppen nincs fradi meccs, és lejönnek ide Esztergomba csak ezért. Szerintem ez tök jó dolog. Hát eleve Esztergomba menni tök jó dolog szerintem. Esztergomba kéne menni, pulykakak? Ja nem, ez nem az a dal. Drága hallgatók, mi elbúcsúzunk most tőletek. Csináljuk egy esztergomi csapatépítőt. Jó. Ott töltünk egy hétvégén. Egy kézi meccsen, vagy mire gondolsz? Kézi meccs az majd máskor. Alapvetően esztergom egy nagy csoda. Viszont. Jó, hogy elkezdtem a kiköszönést. Jó, szóval, hogy elbúcsúzunk tőletek, drága hallgatók. Vannak még témáim. Nagyon jó. Egyrészt azért. Ezt hozom 10 és 2 között. Igen, legyen valami. Pesgés. Szóval, hogy elbúcsúzunk, mert hogy holnap nem lesz Réka, illetve nem lesz hétfőn sem Réka, viszont holnap és hétfőn helyette beugrik Pisti. Úgyhogy valószínűleg megint elszabadulnak az állatok itt adásba. Jani, üzenem én. Hétfő nap végéig én leszek Réka. Otthon nem. Otthon megmarad a helyzet. Otthon megmarad, jó? Okay. Figyelj, csak így említem a kis piros körömcipőt necharisnyával, amiben ma megjelent Réka, úgyhogy viszonylag hosszú napot tervez, úgy érzem én ezt a dolgot. De próbáltam kicsit így erről beszélgetni vele, nem nagyon nyílt meg a téma kapcsán, ami nem fáj, csak egy kicsit bánt. Én mit csináljak magas sarkúban? Lapos talpú rendes férfi cipőben sem tudok egyenesen lépni kettőt. Az egyik magas sarkúban, mit csinálnék én? Az egyik lábad X, a másikat nem tudom elolvasni. No, búcsúzunk mára, holnap reggel akkor Réka nem lesz, viszont itt lesz Pisti, itt lesz Andi, meg jövök én is, legyetek jók, ha tudtok. Réka, neked jó pihenést, köszi. Aztán utána várunk vissza kedden. Csokkolom! Hello, hello. Hello. Forrás Café. Egy erős napindítás. A mikrofonnál Ölvedi Réka és Borsodi Imre.